Köszöntök mindenkit ebben a mai videóban, itt vagyunk a De Ferenc téren, és a kínai elektromos busszal fogunk utazni, ami Budapesten van tesztüzemben a június első két hetében. Ugye ezt az előző Mercedes E-Citaros videóban mondtam, hogy ebben a hónapban itt lesz egy kínai elektromos busz, hát ez a BYD-nek a gyártmánya, és most ezt fogjuk megnézni, de nem is szaporítanom tovább a szót, várjuk a buszt, tartsatok velem! Elhívjuk utasaink figyelmét, hogy a Széchenyi láncszék felújítása miatt a híd járdáit lezárták, emiatt gyalogosan nem lehet átkelni. A hídon közlekedő autóbuszok változatlan menetben szaladgálnak. Köszönjük figyelmét! Nézzük, van a két.
meg is érkeztünk ide az Apor Vilmos térre. Véleményem a buszról. Hát nekem az ajtó, mint ajtószárban, az nem tetszik, tehát az nem lehet. És a, hát a szék, tehát hogy az konkrétan teljességében műanyag, úgyhogy hát nem a legkényelmesebbnek mondanám, de igazából alapjában véve tetszik, és elviselném a budapesti utakon, hogyha ez a kettő olyan dolog, ami kiküszöbölhető, ezt kiküszöbölnék. Úgyhogy alapjában véve nekem tetszik.